Múltkoriában Winters haverommal beszélgettem, szóba jöttek a felbontások, és Winters nem a legélesebb szekerce a sufniban. Kiderült, hogy fogalma nincs, hogy mit jelent a 2K, 8K, 4K, QHD, stb. Úgyhogy jól feltúrtam magam, és megcsináltam ezt a videót a beszélgetésünk nyomán, ahol belevertem a tudást a fejébe. Remélem segít másnak is. Szóval, felbontások. Borzasztóan egyszerű. Hány darab pixel tud megjeleníteni a képernyő? 300x400, 1280x720, de mi a tök az a 2K, meg a QHD? Mi az I? Mit jelent pontosan? Kezdjük az elején. Visszamehetnénk még az első IBM PC-k ideig 160x200-as időkbe, vagy az Amiga forradalmi 640x400-as I felbontásáig, belevájkálva az akkori videokártya szerűségekbe, kábelek idejébe, de szerintem ez már annyira nem releváns. Úgyhogy kezdjük azzal, aminek már haszna is van, a jó öreg HD felbontás. Az 1280x720 720p, az első HD TV-k 16:9-es képarány, az LCD TV-k korának első úttörői a nappaliban. Nekünk is HD volt az első TV-nk. Mármint a magas felbontású, nyilván. Csak van itt egy kis bibi. Bár a 720p a köznyelvben HD felbontás, a valóságban ritkán találkozhattál ilyen felbontással. Valójában a HD név az 1360 vagy 66 szor 768-as felbontást takarta. Hogy miért? Hát ez leginkább az akkoriban legelterjedtebb PC monitor felbontás az 1024x768-ból alakult ki, mert ugyanis ezt a felbontást széles vászonosították, és így jött ki az 1366 közel 16:9-re. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy HD TV-je volt, akkor nagy valószínűséggel erről beszélt. Hiába van és volt a tartalom oldalról a 720p az elfogadott, a gyártási módszerek felülkerekedtek. Könnyebb volt nekik a kijelzőket a monitor szabvány magasságához kalibrálni. Na, de haladjunk tovább. A 720p után nem sokkal elkezdtek szállingózni, és hamar az élre törni, az 1080p megjelenítők. Ez volt a Full HD, 1920x1080. Standard 16:9-es képarány gyakorlatilag a mai napig a gold standard. Még a közvetítéseket is próbálták az 1080 pixel magas képhez közelíteni a limitált sávszélességeken, ami akkoriban a TV csatornáknak kijutott. Ezért volt még sokáig bejáratott dolog a modern világban is az interlaced videó folyam, az 1080i. Ez csak annyit jelent, hogy képkockánként csak az 1080 magas kép felét küldték el a TV-nek, először a páros, aztán a páratlan sorokat. Viszont szerencsére ezt a Core TV fel tudták úgy dolgozni, hogy a végeredmény nagyjából közelített a natív 1080p-hez, szóval sikeresen tudták ezt a kiskaput kihasználni, viszont hogyha rosszul volt kezelve, akkor ugye ilyen csíkozódást eredményezett. Na de, az 1080 hódított, kellően sok pixel, a kamerák, monitorok, vágószoftverek, gyakorlatilag minden lépcsőfok a tartalom előállítására beállt rövid időn belül arra, hogy erre fognak gyártani. És technológiai szemszögből elég sokáig meg is tartotta a státuszát a kijelző fronton, és a tartalmi fronton még csak mostanában kezdtek el kibontakozni a változás első szelei, mert jött a 4K. Oké, mi a szar, eddig volt 1080p, meg Full HD, most meg 4K. Na, hát itt kezdődnek a problémák, mert a 4K az valójában filmes oldalról jött felbontásra utal, ami 4096x2160 pixel lenne. Ez 16:9-nél szélesebb, ami ugye pontosan a négyszerese a 2K felbontásnak, ami a 2048x1080 lenne. Csak úgy ugye az 1080p-t nem szoktuk 2K-nak hívni, pedig a 4K nomenklatúra szerint hívhatnánk. Amit mindenki 4K-ként ismer, az az UHD felbontás, az 1080p négyszerese, tehát 3840x2160, szintén rendesen 16:9-es képarány. És nem, az UHD nem 1080 szorozva 4-jel magas, hanem maga az 1920x1080 fér bele 4-szer, tehát pont a kétszerese vízszintesen és függőlegesen. Matek. A zavarodottságot pedig az jelenti, hogy vannak akik, Winters, rosszul gondolják, hogy a 2K az az 1080p és a 2160p közötti felbontást jelenti, az 1440p-t, amit hívhatunk QHD-nak, vagyis Quad High Definition-nek, egyszerű kitalálni honnan jött, a HD-t elfogadtuk, hogy 720p, tehát annak pont a négyszerese. Számítógép monitoroknál lett elterjedtebb, szerintem TV-ket talán nem is csináltak soha tömeggyártásban erre a felbontásra, pedig egykoron a sima HD felcserélésére szemelték ki, mielőtt jött az 1080p dömping. Viszont PC fronton a terjedése érthető. Egyrészt a 4K-kat nem tudták annyira zsugorítani az elején, illetve a videokártya és PC fejlődésnek a görbéjében az új 4K standardek akkor érkeztek, amikor ezt még vállalható módon nem tudták meghajtani, illetve a monitor méretek limitáltsága miatt a pixelek tovább tömörítése nem érződött akkora előrelépésnek.
így a QHD gyakorlatilag kényelmesen becsusszant a gamer világba, mint a felbontás, ami több, mint az 1080p, de mégis meghajtható értelmes FPS számokkal. Mostanság is a technika előre haladtával prominens helyet foglal el, hisz reálisabb, hogy 120-144-240 FPS-t ki fogsz tudni hajtani a játékodból 1440p-ben. Márha a panel tudja ezeket a képfrissítési számokat hozni. Monitorok esetében még érdekes trend lett a 21:9 vagy még annál is szélesebb képarány, hisz mind a játékok jobban magukkal tudnak ragadni, hogyha a perifériás látásodba is elkezdenek beszökni a képből, mint pedig munkára való felhasználásra, hisz nem sok ember tudok, akik még élni tudnak második vagy akár harmadik monitor nélkül. Ez nem ördögtől való, hogy rá akarják rakni egyetlen egy panelre, ne kelljen több 16:9-es panelt egymás mellé rakosgatnod. De pláne a streaming előretörésével kétlem, hogy TV fronton meg fogunk válni a 16:9-től, itt úgy látszik, hogy a 8K lesz a következő lépcső, bár még nagyon gyerekcipőben jár. Viszont látva, hogy a gyártók milyen előszeretettel váltak meg az 1080p felhozataluktól, gyanús, hogyha a gyártási technológiák beérnek egy pár éven belül, úgy jár az ember, hogy még csak ha akar se tud 4K TV-t venni a boltokba, mert már egyszerűen nincs. Csak hát továbbra is tolni fogják a hibás megnevezést, mert nyilván ez se 8K, hanem QUHD, vagy UHD2, vagy 8K UHD 7680x4320 pixellel a 8192 helyett. Aztán ki tudja, jöhet a 16K? Ahhoz még azért fejlődni kéne a PC-k összes komponensének, arra nem is beszélve, hogy a legújabb kábel szabvány, a HDMI 2.1 is, csak épp hogy tömörítéssel felvértezze, meg tud birkózni a 8K 60 FPS-sel. A 16K még azért odébb van. Ja, és hogy megválaszoljam, honnan jön a 4K, a 8K meg a 16K, ugye eredetileg onnan, hogy a filmes felbontás az 4K 4000 pixel plusz egy pici volt. 8K is ugye 8000 pixel plusz egy kicsi volt, de a 16:9-esítés ugye lehúzta 4K alá, tehát ilyen hülyeség az egész. Na de, köszönöm szépen, hogy végighallgattátok ezt a kis magyarázó videómat a videó felbontásokról. Nem tudom kinek mennyire volt hasznos, de gondoltam megér egy kis prezentációt a remélhetőleg pöpec vizuális körítésről, amit összehoztam hozzá. Külön szeretném megköszönni a Patreon támogatóimnak itt a képernyőn, hogy segítettek abban, hogy videózhassak egyre többet és többet. Ha dumálnátok esetleg van témaötletetek, akkor gyertek Discordra, de akárhogy is remélem találkozunk legközelebb. Na sziasztok!